Sziasztok, jelen videómban a kicsomagolás után pedig be is kapcsolom ezt a Lenovo óriás mobilját, azaz hogy a fabletjét, ami egyben hibrid táblagép és simkártyás telefon, vagy nevezzük úgy, hogy simkártyás telefon és táblagép dual SIM-es. Itt közben behelyeztem, de nem itt, hanem itt behelyeztem a simkártyát, a dual SIM egyik foglalata memóriakártyát is képes fogadni. Én egy 32 GB-os memóriakártyát helyeztem el benne, egyébként önmagában is tartalmaz az eszközünk 32 GB-ot. És akkor közben bekapcsolom és mondom a további legfontosabb infókat róla, amíg életezik. Ugye 1,5 GHz-es processzorral dolgozik, 2 GB RAM-ja van mindenre, hogy gondolkodjon, és 8 magos maga ez a proci. 64 GB-ig bővíthető, én most egy 32 GB-ost nyomtam bele, és hát ugye leve 32 már van benne. Látjátok, a kijelzője óriási. Ezért egyedi és érdekes, a Lenovo-nak ez az óriás telefonja 6,8 colos. És akkor be is indultunk, megjelent az üdvözlőképernyő, és akkor kért tőlünk egy PIN kódot, ezt most gyorsan be is ütögetem. És a PIN kód beírása után angol nyelven el is indult a rendszer. Kezdjük akkor azzal, hogy beállítunk egy nyelvet. Reményeink szerint a sajátunkat, azon, amin én most itt fecsegek nektek. Hát sok-sok krikszkrakszos nyelv van itt. Azt a mindenit, na azt mondja, oroszt megtaláltam már itt. Az is sokféle van, török, svéd, szlovén, román, portugál. Hát itt aztán van minden, tényleg multilanguage, ahogy ezt hirdetik szerencsénkre. És akkor meg is van az első kérdés az volt, hogy csatlakozzon a Wi-Fi-hez, hát csatlakozzon. Nyilván teljes üzembe helyezést akar fiók belépéssel egyebekkel együtt, amennyiben azért ez, és már is szoftverfrissítés csinál, amennyiben ez sok időt vesz igénybe, inkább ezt kihagynám, és igen. És akkor magát az első indulást mutatnám meg. Ezeket majd később ugye zárt falak mögött. Mégis kihagyom azt, hogy a védelmi funkciók nem aktívak. Jó van, megvan a telefonszámom, és láttátok, remélem nem fogtok sokan fölhívni. Na akkor. Szóval elindultunk, és maga a készülék, megértettem, ilyen gyönyörű kijelzővel bír, és hát alapmenü, alapeszközökkel, nyilván Android, bármit terepíthetünk rá, teljesen személyre szabható, látjuk a három navigációs menügombot, és ugye még ezen rajta van ez a fólia, amit már csak azért is le kell szedni, mert nekem nem hiányzik ide ez a zöld kis, ja nem a fólia jön le, csak ez a kis alsó kis rakcsa. Szóval a kijelző maga teljes egészében akkor az látjátok ekkora, az alsó részen nincsenek gombok, a felső részen találjátok a hangszórókat, van egy fülhallgatóban, mert amit gyári tartozóként nem adtak hozzá, egy hangerőgomb fölle, egy kikapcsoló gomb, ami ugye egyből lezárja a kijelzőt, lent van a töltő és egy hangszórókábel, ezt miért mondtam, hangszóró nyílás, mert hogy a töltőkábel és az adapteren kívül semmi más tartozik, ott nem adtak hozzá, plusz még ezt a kis tűt, ami ahhoz kellett, hogy behelyezzem egy egyébként elég nehézkesen tárcába berakható SIM-kártyát és mellé a memóriakártyát. Szóval ez maga az eszköz, nyilván telefon és táblagép egyben, szép nagy kijelzővel, ami a dobozán is látható 1280x720p-s, tehát kapacitív egyébként a kijelző típusa 16 millió színárnyalatot tartalmaz. A kameráiról érdemes még azt elmondanom, hogy az első az 5 megapixeles, a selfie, a fő kamera pedig 13, az teljesen jónak mondható, ugye ez 4128x3096 pixeles képet képes csinálni. A videó felbontása Full HD-ben 30 fps-es, tehát 1920x1080-as. És természetesen Wi-Fi van benne, Bluetooth 3.5-ös jack, mint amit mondtam, most egyébként ezt a leírásából olvasom gyorsan, és próbálom a legfontosabbakat még így gyorsan elhadarni, tehát 3G, 4G, GPS, GPRS kapcsolatra képes, lítium ion akkumulátora 3500 mAh-s,
és a méreteit tekintve 186 mm hosszú, 96,6 mm széles és 7,6 mm vékony, mondom inkább, nem is az, hogy vastag, és a súlya pedig 229 g könnyű, tehát hihetetlenül könnyű, dualszímes, még valami érdekességről. Hát igazándiból ennyi, új lenyomatolvasó nincs ennyi, de hát kinek kell, kinek nem, biztonságosan lehet védeni, egyébként amíg ellopták, akkor meg már úgyis mindegy, vagy pedig le lehet tiltani e-mail szám alapján. Szóval ez volt így az első benyomásom erről a telóról, hogyha valami észrevételem még lesz, akkor a kommentekben hozzáírom. Köszönöm, hogy velem tartottatok, további szép napot és okos YouTube-ozást. Sziasztok!